A Dunaharaszti II. Rákóczi Ferenc általános iskola új játszóudvarra bővült az önkormányzat jóvoltából. A szülői kezdeményezésre az SMK-nak az összefogásával az önkormányzathoz fordultak a szülők, és az önkormányzatnál pedig abszolút nyitott fülekre találtak. Dr. Szalai László polgármester úr és Kis Gergely jegyző úr volt a fő támogatónk ebben. Ők vitték a testület elé, akik a Dunaharaszti gyerekekért és az idejön gyerekekért ezt jóvá hagyták, és most itt van ez a csodálatos játszótér. Minden évben csinálunk valamit, ami az oktatással, neveléssel vagy egyetlen gyerekekkel kapcsolatos. A szülői munkaközösség kezdte el egyébként, hogy majd ők megcsinálják saját munkából, munkaerőből, adakozásból ezt a parkot, de hát mégiscsak méltánytalan az lett volna az, hogy az önkormányzat a saját tulajdonán, mert ezt kell tudni, hogy ez a mi tulajdonunk az iskola, tehát jogilag, de gyakorlatilag a közoktatásért már nem mi vagyunk felelősek, de mégiscsak a dunaharaszti gyerekek járnak ide. Nagyon sok tanár, aki a dunaharaszti, tehát akik itt dolgoznak, azoknak is a létkörülményeit, életkörülményeit ez jelenti a környezet. Úgyhogy úgy gondoltuk, hogy tavaly megcsináltuk a bölcsődének a játszóudvarát, idén pedig megcsináltattuk ezt a játszóudvart önkormányzati pénzből. Kell tudni, hogy a szülők viszont ugyanúgy hozzájárultak, mert az épületnek a másik oldalán ott is rendbe rakták, padokat raktak le, virágokat ültettek, úgyhogy mindenki összefogott mindenkivel, de szerintem ez egy nagyon normális és követendő példa.